Görey László tartja a legtöbb egyetemi vagy főiskolai szakképzettség sebesség rekordját. A 35 éves fiatalember pedig rovog tovább, úgy jelenleg doktori disszertációját írja. Már emellett egyetemeken oktat, könyvet ír, és határozott elképzelései vannak a további tanulmányait illetően is. Egészen elképesztő teljesítmény. Görey László eddig 11 diplomát szerzett, mindez csupán 12 év alatt. Mindig egy önfejlesztési igény és egy közösségfejlesztési vágy volt az a drive, ami bennem mozgott és működött. Egyrészt tudásszerzés, másrészt kompetenciabővítés. Én világéletemben tanár akartam lenni. Kicsi koromban még állatorvos, utána aztán láttam, hogy én emberekkel akarok foglalkozni, úgyhogy tudjak is valamit, és tudjam átadni. Ez sikerült. Állatorvosi diplomát ugyan nem szerzett, a 11 oklevél között azonban szerepel magyar és történelem tanári végzettség is. Emellett a teljesség igénye nélkül rendelkezik még kommunikációs, politológus és mentálhigiénés képesítéssel. Több lábon kell állni. Úgy nagyjából az 5. diplománál éreztem, hogy ebből más is lehet, és nem a papírszerzés, meg nem a díszokleveleknek vitrínben való tartása motivált, hanem mindig az a többlet tudás, amivel a kreditrendszert jól használva jó magam és a környezetem, ahogy professzorul szoktam mondani Cseperi, hogy az én és a másik gazdagodik. Aztán jött a realitás természetesen, meg kell valamiből élni, kenyeret kell keresni. Nagyon fontos, hogy amit tanulunk, az professzió is legyen egy szakma. Én 21 éves korom óta dolgozom, tehát az első diploma megszerzése után én diákmunka, utána egyéni vállalkozás, pénzügyi tanácsadó cégnél is dolgoztam, mellette folyamatosan tanultam, tréningeket kezdtem el tartani nagyon sok helyen. 2015-ben aztán visszahívták első diplomájának helyszínére a Nyíregyházi Egyetemre tanítani. Idén pedig a Varsói Menedzsment Egyetemen szintén oktató lett. Eredetileg ő hallgatóként jelentkezett hozzánk, aztán amikor láttuk az önéletrajzát, akkor hát abban feltűnt, hogy mennyire komoly szakmai tapasztalattal, meg milyen sok diplomával rendelkezik, és akkor kezdeményeztünk vele egy beszélgetést, és itt tapasztaltuk meg, hogy az a fajta innovatív szemlélet, proaktív hozzáállás és a hallgatóknak a segítési szándéka az annyira erős benne, ami komolyan párhuzamba állítható, vagy egybevág a mi szándékainkkal és a mi értékrendünkkel. Érdekesség, hogy ide akár még októberben is jelentkezhet bárki, aki például Lászlótól szeretne tanulni. Én büszke vagyok arra, hogy egy halmozottan hátrányos helyzetű térségből származom, Nyíregyháza mellől Tiszalökről, és az ország nagy és neves egyetemein is tanultam, kicsit külföldön is, aztán visszatértem, mert nagyon szeretem ezt az országot, szeretem ezt a társadalmat, az összes problémájával, nehézségével együtt. László rengeteg időt áldozott szabad idejéből a diplomák megszerzésére, de egy percre sem bánta meg, ma is pont ugyanígy csinálná. Egyikre sem mondom azt, hogy fölösleges, mert rendkívül fontos, tehát engem a magyar alapszakos bölcsész, kommunikáció, média, tudomány szakpár indított el a közélet irányában. Nagyon-nagyon sokat tanultam. A folyamatos tanulás szemlélete hajtja, jelenleg a doktoriára készül. A közeljövőben pedig szeretné idegen nyelv tudását, valamint informatikai ismereteit fejleszteni. Arra tettem fel az életem következő szakaszát, hogy én embereket és hallgatókat motiválok, hogy érdemes tanulni, érdemes művelődni, ki lehet törni hátrányból, mély szegénységből, hogyha a szellem és jellem egy irányba szolgál, és a mentális GPS koordinátáit önmagam kódolom be, nem pedig a külső körülményekre hagyom. Mint mondja, két dolgot nem lehet kijelenteni a tanulmányok területén, az egyik a soha, a másik az örökké. Vagyis a sebességrekord mellett akár a legtöbb diploma csúcsát is megdöntheti egyszer, amihez legalább 23 oklevelet kellene szereznie.